Szentmisével, gyertyás körmenettel, közös imával csatlakoztak Fehérváron és a Székesfehérvári Egyházmegye több területén a Szent Atya szándékához, a béke mi hamarabbi megvalósulásáért. Azért a békért imádkozunk, amely Isten ajándéka, de az ember felelőssége, hogy megvalósítsa, hangsúlyozta Spányi Antal püspök, aki október 7-én békeimára hívta egybe a város papságát, az előjárókat, a híveket a székesegyházba. Szent Atya világosan látta és érezte, hogy nem elég a kezünket tördelni, nem elég reménykedni, hogy bennünket mindez majd talán elkerül, hanem tennünk kell, hiszen az ember felelős minden emberért. Krisztus előtt, Isten előtt felelősek vagyunk egymásért, a testvéreinkért. Az egyszerű ember talán nem tud sok mindent tenni, de tud imádkozni, tud böjtölni, és ez nem kevés. Ez nagyon is sok, ami hitünk szerint, ami keresztény reményünk szerint. A Szent Atya buzdítására jöttünk össze, hogy együtt közösen imádkozzunk a világ békéjéért, és kérjük azt, hogy az Isten országa jöjjön el hozzánk, és mi ebben aktív résztvevők akarunk lenni. Mi akarjuk nem csak önmagunkat formálni, bűneinktől megszabadítani, hanem akarjuk a világot is jobbá tenni, Isten terve szerintivé alakítani. Biztos vagyok benne, hogy a jó Isten a mi imádságainkat meghallgatja, és ha sokan imádkozunk együtt, sokan akarjuk együtt, sokan kérjük ezt a békét, a béke meg fog születni a világban és az emberek szívében. A közös imádságra eljöttek a bodajki kegyhely papjai is, részt vettek Fehérvár megye és Székesfehérvár város vezetői is. Az imádkozó hívekkel megtelt a Szent István király székesegyház. Visszamenőleg egymást érték a háborúk magyar történelembe. Most pillanatnyilag is háborúk vannak. Talán imádkozunk azért, hogy a háborúk megszűnjenek, és a jövőben már az unokáink és a gyermekeink olyan viszonyok között éljenek, hogy békességben és szeretetben. Nagyon fontosnak tartom a békét, mert körülöttünk háborúk dúlnak, mellettünk nem messze, meg délebre is, úgyhogy nagyon szomorú vagyok ezért, és külön is minden este imádkozom a békéért, a Szűzanya a béke királynője, és ezért én még őhozzá külön is imádkozom a rózsafüzért, és kérem, hogy adja meg az emberiségnek a békét, hogy ne dúljon a gonosz, ne uralkodhasson a gonosz a földön, hanem béke legyen. A Szent Misét követően az egybegyűltek a főtérre vonultak imádkozni. A főpásztor elmondta Assisi Szent Ferenc, tégy engem békéd eszközévé kezdető imáját, majd a béke fohászt, a mennybe fölvett boldogságos Szűz Máriához. A közösen elmondott mi atyánk és a himnusz után a belváros szívében a jelenlevők elhelyezték a béke gyertyáit az országalma körül.